a zsidó néphez tartozóknak a házát emiatt a jel miatt, a vér jele miatt. Ha Istent követi valaki, akkor el kell indulni egy olyan úton, amiről kevesebbet tud az ember, mint amennyit szeretne. Emberi természetünk alapján szeretünk mindent előre tudni, vagy szeretnénk mindent előre tudni. Szeretnénk tudni, hogy milyen lesz a dolognak a kimenetele. A józanész szerinti emberi döntésekhez ez kell is. De a hitbeli döntésekről, ott a nem látott dolgokról való meggyőződésről esetében, ott olyan úton indulunk el, amiről sok mindent nem tudunk, hanem rábízzük magunkat Istenre, és így tudjuk megtenni azt az utat, amit Isten jelölt számunkra. Ezt nevezzük hitben járásnak. A hitnek a bizonyítéka pedig az, hogy ott járunk, ahol még senki nem járt. Azt hiszem, hogy erről is hosszan lehetne beszélni, de az idő rövidsége miatt ezt most nem teszem. És akkor a 32. versen mondhatnám azt, hogy bizonyos értelemben helyettem beszél a 32. vers, és mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jefftéről, Dávidról, Sámuelről és a profétákról. Ezek mind hit hősök, akik megélték az ő hitüket és bizonyságot tettek arról, hogy ők valóban hittek Istenben. Nem csak vélték azt, hogy egy az Isten és van Isten, hanem hittek Istenben. Viszont az újszövetségi ember számára, a mi számunkra Jézus Krisztusnak az ajánlása, vagy itt az igében található ajánlást az, amit tudok én is mondani, és a mi számunkra, a 12. rész első 3 verse, amely így hangzik, annak okáért mi is, akiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és a megkörnyékező bűn, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdértért. Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégezőjére, Jézusra, aki az előtte lévő öröm helyett megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Gondoljátok meg azért, hogy ő így ellene való támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy el ne csüggedjetek lelkeitekben elalélván. Hát ezt kívánom mindannyiunk számára, hogy ez Jézus Krisztusnak a példája legyen segítségünkre, ami hit növekedésünkben. Amen.